Figyelmesen hallgatják Horváth Ákost az új idény első edzésén a Kékcápák játékosai. Hivatalosan ugyancsak augusztus 14-én kezdődik el a felkészülés, de szinte valamennyi kosaras megjelent a Continental Arénában. Tekintve, hogy új az edző és sok az új kosaras, szükség van arra, hogy minél többet készüljenek együtt a játékosok. Még nincs jelen mindenki, tehát a hivatalos kezdés az annyit, hogy az jövő hét hétfő lesz, de pont mutatja az elhivatottságukat, hogy érzékeltettük, hogy azért elég hamar van az első tétmeccs, meg az első edzőmeccs is elég korán van, úgyhogy aki csak tud, szedje a sátorfáját és jelenjen meg, és ennek az eredménye, hogy ilyen sokan megjelentek, így tudtuk is kezdeni már állapotfelméréssel, ami szintén megkaptuk azt a választ az állapotfelmérések alapján, hogy baromi jól edzettek a srácok. Úgyhogy van mire építeni, nem kell senkinek a erdőbe az alapokat összeszedni magára, mert foglalkoztatunk kosárlabdával. Az egyik új játékos a 21 éves Nagy Simon, aki a BKG csapatától érkezett Nyíregyházára. Előtte Jászberényben is szerepelt, így jól ismeri az NB1B piros csoport mezőnyét. Úgy gondolom, hogy amikor feljutott a Nyíregyháza, akkor 2-3 meghatározó csapat volt. Ugye a BKG, Nyíregyháza, és most nem jut eszembe értem a harmadik, de most talán az egyik legkiegyensúlyozottabb lesz a mezőny. Ugye elmúlt 2 év alatt így normalizálódott ez a nagy különbség. A vezetőedző egy olyan csapatot szeretne majd látni a pályán, amelyben egymásért is küzdenek a játékosok. Szokták mondani, egy nagy klisével élnék, ugye, hogy a 100%-ot ki kell tenni, de ugye minden mindig onnan indul. És megint a mostani szerkezetre gondolva, azt gondolom, hogy itt mindenki olyan, aki tényleg innen indul. És onnantól kezdve az, hogy a megbeszélt sémákat, filozófiát, taktikát, tehát hogy mit miért csinálok a csapat oltárán, azt minél jobban elsajátítják, és minden egyes beletett energia a csapat oltárára hozza a produktumot, akkor érteni fogjuk egymást, és együtt fogunk előre elvezni. A Kék Cápák 7 felkészülési meccset játszanak a szeptember 23-án esedékes bajnoki rajtig. A klub szeptember 8-án és 9-én rendezi meg a Sitkó Ernő emléktornát, amelyen a hazaiakon kívül 3 A csoportos csapat, a Debrecen, a Kecskemét és a Budapesti Honvéd lép pályára.